Nézzük meg együtt Hitchcock Lefelé a lejtőn című filmjét. Van egy főiskolás srác, meg a haverja, táncikálnak egy csajjal, aki megvádolja a srácot valami durvával, akit erre kicsapnak a suliból. Otthonról is megpattan, munkába áll egy színháznál, hirtelen örökre egy csomó pénzt, elveszi a primadonnát, de az átveri, ezután gigolónak áll, de nem jön be neki a meló. Aztán már nagyon a végét járja, széttrippeli az agyát, valahogy hazakeveredik, és visszamegy focizni a főiskolára. Hát ez tényleg egy lejtmenet. Hitchcock ezt egy csomószor vizuálisan is illusztrálja, például a csávó lefelé megy a lifttel, lefelé megy a mozgó lépcsőn, egyébként ezt imádom, ezt a mozgó lépcsőt, ott a falabokat. Frakban, nyakkendőben és cilinderben rendezte meg, mert egyenesen egy színházi premiérről érkezett az éjszaka lezárt metróba. A liftes jelenetet pedig megbánta később, aztán nagyon direktnek érezte. Ugye a mester korai filmjei ezek mind néma filmek, és a zenét azt nem ő pakolta alá. Most ez alatt egy olyan zene van, amivel egyszerűen képtelenség meghallgatni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom azt a módszert, hogy vegye le a hangerőt, és tegyen valami teljesen más. Talán én Trent Mollert hallgattam. Hitchcock ennek a filmnek a forgatókönyvét egyáltalán nem szerette, úgyhogy én szerintem inkább arra helyezte a hangsúlyt, hogy gyakoroljon. Hogy hova tegye a kamerát, hogyan dolgozzon fel egy-egy jelenetet. Inkább a sztorival volt az a probléma, hogy a drámát ezt nem nagyon lehetett érezni. Főszereplőnek egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb lett, és kész. A főszereplő, aki egyébként az író, mert hogy ő írta, eredetileg ez egy színpadi darab volt, és abból adaptálták filmre. Sőt, a kezdeti vetítéseken, ennél a résznél leállították a vetítést, széthúzták a függönyt, és belépett a két fiú, és lejátszottak egy komplett jelenetet élőben a közönségnek. Utána levonultak a színpadra, és folytatódott a film. Ezt az újítást annyira nem vette át a filmipar. Hitchcock szerintem kitalálta, hogy minél kevesebb feliratot helyezzen el a filmbe, hogy mindent inkább képeken vagy cselekvésen keresztül mutasson meg. Éppen ezért problémás nekem a kiinduló konfliktus, hogy nem tudom, hogy a lány mivel is vádolta meg őket. Hogy teherbe ejtették, vagy hogy loptak tőle. A hány elemzés, annyi értelmezés. Hitchcock maga azt mondja, hogy lopásról volt szó, és a főszereplő fiú magára vállalta a tettet a társa helyett. Egyébként a lánynak a motivációja az nekem nem nagyon értelmezhető, és ez inkább rendezői hiba, mint írói, úgyhogy ez egy fekete pont a mesternek. De azért nézzünk egy piros pontot, ennek a jelenetnek az elején a csávóról azt hiszük, hogy pincérnek állt, és aztán odébb megy a kamera, és kiderül, hogy színpadon van, és ez a szerepe. Ezt a point egyébként a Drive-ban is ellőtték pár éve. Abban az időben az álomjeleneteket mindig homályos, életlen képekkel ábrázolták. Na most itt Hitchcock teljesen direkt úgy csinálta, hogy minden tűéles legyen, és oda tette a fiú múltjából az egyes szereplőket, és innen tudjuk, hogy az egész egy látomás. Van itt a filmben egy szereplő, aki mellett nem mehetek el szó nélkül, egy transvestita. Sokáig nem veszi észre, hogy bűnronda, aztán elhúzzák a függönyt, és akkor hirtelen rájön ugyanabban a fényben, hogy jé. A filmben volt fontos lépcső, volt esőáztatta ablak, de vetköző nő az most kimaradt. Végül mutatok pár szép képet, itt van ez a zebra csíkos világítás, vagy a kiruzsozott szájú fiú, de a legjobb az a fejjel lefelé kép. Ezt én is lopni fogom, sőt Hitchcock is lopta saját magától, és az első kommentelő, aki megírja, hogy melyik filmében lopta, az kap egy csokit.